Lekerült a tető, és jobbára csak a falak árulkodnak arról, hogy nem régiben itt még munka folyt. A nyírbátori szociális szolgálat több ezer ember ellátásáért felel a mindennapokban. Az épület teljes körű felújítása a múlt hónapban vette kezdetét. Szerencsére uniós forrásból több energetikai beruházást is nyert a város, ebből kettő már a végéhez közeledik, ez az egyik a városháza, a másik az idős otthon épülete, de a legfontosabb, legtöbb feladatot ellátó szociális szolgálatunk központi épületének a felújítása az elmúlt hónapban indult el. Ez egy teljes átépítés jelent, gyakorlatilag a falakig visszabontjuk az épületet. Ez azért nagyon fontos, mert itt több ezer embernek a szociális szolgáltatásait irányítjuk, koordináljuk, vezetjük úgyhogy ez a beruházás azért egy fél évig fog tartani, addig a szolgálat egy másik épületbe költözött, és majd várhatóan tavasszal költözik vissza, addigra az épület teljes egészében nem csak energetikailag, hanem minden elé szempontból meg fog újulni. Az önkormányzat kötelező szociális feladatait is ebből az épületből koordinálják, így fontos, hogy a munka gördülékeny legyen. Az ügyfélfogadás természetesen továbbra is biztosított, az átépítés és korszerűsítés ugyanis még legalább fél évig eltart majd. Ez most ö, nyilván azt jelenti, hogy a mellette lévő korábban iskolaépületként működő, kettes iskolába költözött át a, a szociális szolgálat. Egyébként korábban itt ebben az épületben már működött ilyen típusú szolgáltatás. Nyilván az érintetteket erről megfelelően tájékoztattuk, és most a következő fél évben ott várják az ügyfeleket, már ez nagyjából három hete így működik, és zavartalanul ö, folyik a szolgáltatás, és majd arra kell odafigyelnünk, hogy a visszaköltözés is hasonlóan zökkenőmentes legyen. A korszerűsítés számszerűsítve 300 millió forint és 100%-ban Európai Uniós forrásból valósul meg.